Sokitott Gábor, vezető elemző az Otthon Centrumtól a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Végignéztem, ugye arról beszélünk, hogy két év alatt nálunk drágultak legjobban a lakások. Végignéztem ezeket az adatokat, hát egészen elképesztő számokat láttam. Hadd mondjak egy ilyet, hogy 2015 és 17 harmadik negyedévi index között 24,6%-kal drágultak a lakások, ráadásul még az infláció levonása után. Ez valami egészen elképesztő szám, miközben a banki kamatokról mindannyian tudjuk, hogy nagyjából mennyi. A banki illetéknek a pénzünket kiveszünk még mennyibb. Szóval minek köszönhető ez? Nagyon nagy a kereslet. Elsősorban a kereslet nyomta meg az árakat. Miért? Alapvetően nagyon kedvező az, ez a hitelkörnyezet, de ennek a mérlegnek van egy másik serpenyője is, a hozamok is nagyon alacsonyakká váltak, és tulajdonképpen azok, akik eddigen 30, 50, 70 vagy 100 millió forintjukat különböző módon tették be, értékpapírokba különböző befektetési szolgáltatókat választottak. Most azzal szembesültek, hogy ugye bankban már egyáltalán nem éri meg megtartani a pénzt, de adott esetben ezeknél az értékpapírpiaci hozamoknál is kedvezőbb, vagy legalábbis ők úgy ítélik meg, hogy a befektetés biztonságához képest kedvezőbb hozamokat tudnak elérni. Túlnyomóan magyarok fektetnek be, vagy külföldiek ingatlanban? Magyarországon alapvetően a magyarok vásárolnak. A válságot megelőző, tehát a 2008-2013 közötti válságos időszakot megelőzően Budapesten volt elsősorban jellemző a belvárosban a külföldieknek a nagyszámú jelenléte. Ezek voltak az írek például. Írek, spanyolok, izraeliek, stb. Itt nyilván megjelentek azok ezekből az országokból fejlesztők, akik nyilván ezt a piacot, tehát a saját piacaikat is megdolgozták, de hazai fejlesztőknek is nagyon jól jött ez a marketing. És nyilván azért ne felejtsük el, hogy az Európai Uniós csatlakozás nagyon nagy várakozásokat hozott, de ahogy szokott lenni az ingatlan piacon, általában a várakozások azok már jóval hamarabb beárazódnak a piacon. Tehát amikor azt látjuk, hogy mondjuk belterületbe vonnak egy területet, akkor már a szomszédos telekárakon is nagyon erősen érződik ez a fajta értéknövekedés. Na most ezt most nem tapasztaljuk. A válság alatt kicsit átalakult, tehát az Európai Unióból érkező vásárlók azért megmaradtak, de nem óriási számban. Például az írek eltűntek. Az írek eltűntek. Tehát a 2000-es évek közepén én kristálytisztán emlékszem, hogy mintha egy ilyen utazó turizmus lett volna Bulgáriába és Magyarországon, hogy rendszeresen írek vettek lakást. Miért tűntek el? Így van. Hát ők nagyon megégették magukat. Azért azt kell látni, hogy aki mondjuk a 5. kerületben vagy a 6. kerületnek a belső részén vett mondjuk 2003-4-ben közel 1 millió forintos négyzetméter áron, az utána 2010 környékén 300-350 ezer forintért tudott ezen túladni. Tehát egy nagyon komoly érvágás volt. És ha túladott rajta. Ha túladott rajta. Mert és most ugyanúgy, megint jól állna, nem? Most újra, igen. Most volt újra. Ott egy pánik. A 2008-as talán svájci frankválság ideje után azért sokan szabadultak a lakásaiktól. Így van, így van, így van. Ez nagyon jól lehetett látni, hogy egyszerűen azt érzékelték, hogy se a bérleti díjakban nem hozza azt a hozamot, de azért ők rövid távú értéknövekedésre számítottak. Tehát mindenki azt gondolta, hogy itt a dublini árak vagy a bécsi árak fognak majd beköszönteni. Aztán véget ért a balatoni nyár. Így van. Képzelj el, ez egy személyes tapasztalat, de sokkal globálisabban kérdezem, egy barátom kérésére Budán az egyik most épülő lakóparknál egy nagyon pici helységet szerettek volna nézni pékségnek. És oda mentem megkérdezni, és mondták, hogy 13 helység van, mind a hármat egy ember vette meg. Jellemző az, hogy valaki konkrétan fölvásárol egy lakótömböt? Jelen pillanatban azt látjuk, hogy vannak komoly befektetők, akik portfóliót építenek. Az első nagyobb intézményes vásárlók is már megjelentek a piacon, konkrétan vannak már ilyen tranzakciók. Itt azért nem, itt akár egész épületről is beszélünk. Azért a hazai magánbefektetőknek a többsége jóval kisebb portfóliót épít, de azt nagyon tudatosan teszi. Általában a belváros-belváros környéke és tömegközlekedéssel jól elérhető helyszíneken kifejezetten jó műszaki állapotú épületeket keresnek, és ebből a szempontból most az új építésnek eljött ilyen szempontból is a reneszánsza. Tehát általában azok az unikális adottságokkal rendelkező projektek, ahol vagy nagyon jó panoráma van, vagy nem tudom, a Duna közelségét lehet említeni, ott megjelennek ezek a vásárlók, akik egy-két lakást biztos, ami biztos megvásárolnak. Meddig tart ez ön szerint? Én azt gondolom, és hogy mennyire befolyásolja ez azoknak a, hát a portfóliót,
portfólióépítőkkel szemben azoknak az erejét, lehetőségeit. Akiknek az egész portfólió egy darab lakás. Egy darab lakás lenne, igen, ha meg tudná venni. Így van. Krisztina kérdése remek, felnyomja ez az árakat? Egyértelmű, de ezt csak lokálisan lehet értelmezni. Tehát azért ezek a portfóliók, ezek tényleg szelektált helyszínekre koncentrálnak. Itt nagyon jól lehet látni az árnövekedési hatást is, és azt lehet mondani, hogy ezekből a városrészekből valóban, akik saját célra szeretnének vásárolni, és kisebb tőkerővel rendelkeznek, kiszorulnak. A jó hír az, hogy ezzel szemben viszont a városnak más pontjai is elkezdenek megújulni. A fejlesztők érzékelve ezt a kereslet változást, ott is megindítanak projekteket, amelyek azért már egy kicsit másabb kategóriában futnak. Kifejezetten megnéztem egy új ingatlan komplexumot készülve a mai beszélgetés, és megmondom őszintén, hogy szinte már kényelmetlen, hogy hány lakás zsúfoltak össze egyre, tehát egymás szájában laknak az emberek, mert nyilván minél kisebb területre, minél több lakást szeretnének felhúzni. Igen, érdekes módon ennek ellenére a piac elfogadja ezeket a termékeket is. Itt nagyon sok minden múlik azon, hogy milyen a lakásnak a kialakítása, adott esetben hogyan van üzemeltetve, és hol van. Tehát itt azért a hely, és az, hogy az embereknek a hely változtatás, vagy választási preferenciája nagyon erős motiváció, ez teszi ezt lehetővé. Konkrétan matekozzunk, hogyha lenne most 30, 50 vagy 80 millió forintja, akkor hol fektetne be Magyarországon? Ez egy jó kérdés. Nincs annyi. Ezért kérdés. Viszont biztos, hogy a nézőink közül most, hogy felkeltettük az érdeklődést, megmutattuk ezeket a nagy spirálokat, kíváncsi. Így van. Egy kicsit általánosabban tudnék válaszolni, mert nyilván azért a, mondjuk befektetési tanácsadást így most ez a távgyógyítás kategóriája lenne számomra. De azt tudom mondani, hogy alapvetően a városi agglomerációk térségében érdemes telekben gondolkozni. Ugye itt megjelenik nem egy olyan réteg, nem az emberek inkább nem, érdekes módon újra megindult ez a kiköltözés, de nem nagyon messzire. Aha. Tehát itt megint nagyon a finoman nagy kell tudni. A nagy ingázás korszakának nincs reneszánsza, ez így van, de a város határ környéke igenis érdekes lett. Nagyon sokan a meglévő ingatlan plusz a családi otthon teremtési kedvezménnyel házba szeretnének költözni, és ha már költöznek, nyilván itt a támogatás is orientálja, új építésűt keresnek. Ha már a kormány támogatást említette, használt lakásokra is vannak most más struktúrák. Mennyire változik a használt lakás piaca? Ezt mondanám még, hogy tehát a használt lakás tulajdonképpen azokon a környékeken, ahol több újépítésű projekt megjelenik, ott elindul egy felértékelődés. Mert egyszerűen egy új társadalmi réteg jelenik meg abban a közegben, a szolgáltatások meg fognak változni, és az egész környezetnek a millióra ez kihat. És ez gyönyörűen lehet látni, tehát például akár panel lakások, ahol megjelent mellette újépítés, és viszonylag jó helyen van. Nem azt mondom, hogy nem feltétlenül a metró legközvetlenebb környezetében, hiszen ott már, ahogy mondtam is, ezek a pozitív tényezők már beárazódtak. De egy picit távolabb érdemes körülnézni, tehát ahol az ingatlan fejlesztők üzletet remélnek, azokban a környékekben van potenciál. Ott jön a pénység, a kozmetika, meg az edzőterem. Én most akkor másképp kérdezem ezt a 30-50-80 milliós befektetést. Mi a sláger téma? Annak idején volt olyan, hogy pici és használt lakása, utána lett a nagy penthouse, és azt az írek nagyon-nagyon kedvelték, a nagypolgári lakás. Mi most a trend? Alapvetően a másfél-két szobás lakásból van a legnagyobb kereslet, mert ez már egy kisebb családnak az igényeit is. Az hány négyzetméter nagyjából? Ezek körülbelül 42-től 60 négyzetméterig tartanak. Inkább azt mondanám, hogy 40-50 négyzetméter. Az a része Magyarországnak, ahol most bármit el tud adni? Budapest belvárosa? Budapest belváros. És nem a buli negyed, azt mondanám, gondolom, hogy a Budapest belváros határán lévő területek nagyon érdekesek lettek, mert itt még nem ment föl annyira az ár, hogy az visszatartana sokakat, tehát sokkal szélesebb a kereslet, amit ki tudunk elégíteni. Mindig örömmel beszélgetni, sok mindent megtudtunk. Sókitót Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy köszönjük. Köszönöm szépen.